Nagybajom környékén gazdálkodik 1200 hektáron Kis József, 250 hektáron bérmunkát végez a vállalkozás. A változatos talajadottságú területeken búzát, kukoricát, napraforgót, repcét és tritikálét termesztenek. 2007-ben kerültünk kapcsolatba a Timakkal, gyakorlatilag az első időszakban 2007-ben kipróbáltunk termékeiket, és igazából 2008-tól már nagy területen használunk Timak termékeket minden kultúrában, ugyanúgy használunk szilárd műtrágyákat, és ezen kívül használunk lomtrágyákat is. Kerestünk egy olyan prémium műtrágyát, aminek a kiuttatása könnyű, tehát gyakorlatilag a vetőgépes startermű műtrágyázásra is alkalmazható, nem porosodik, melegen granulált és jó vízoldékonyságú. Ezen kívül, ugye mivel folyamatosan az a cél, hogy a termelésből minél nagyobb terméspotenciált tudjunk kihozni, ezért kerestük azokat a lehetőségeket, amikkel ezek gyakorlatilag megoldhatók minél egyszerűbben, hatékonyabban. A kezdetben használt Eurofetél starter trágyát 2015-ben váltotta fel a Top FOS tartalmú Eurofertil Top 38 NP. Minden növénykultúránál legalább egy fél tonna terméstöbbetet jelentett az ezzel való starter műtrágyázás. Ezek egy magas 30%-os foszfortartalommal rendelkező műtrágyák, amik nyilván a kezdeti fejlődési erét is mindenképpen segítik, illetve az, hogy az minél egyöntetőbb legyen egy állomány mindegyik kultúrában. Sokkal jobban indul a növény, tehát ez egy dolog, hogy az embernek a szemét jobban gyönyörködteti, de amúgy egy nagyobb gyökérképződés tapasztalható, nyilván a könnyebben felvehető foszfornak. Ugye itt a Top FOS neked is a lényeg, hogy a foszfor egy védett formában van jelen, amivel egy hosszabb eljutott időszak alatt tudja felvenni a növény egyenletesen. Tehát nem csak a kezdeti fejlődés, hanem a korai fejlődés egyenletes fog lenni. A Top FOS formula jelentős előrelépés a műtrágyagyártásban, amely segíti a foszfor optimális felhasználását, javítja annak hatékonyságát a hatékony élelmiszer termelés érdekében. Ezen kívül a kiutathatósága is egy lényeges dolog, nem porosodnak ezek a műtrágyák, és gyakorlatilag bármelyik vetőgéppel könnyen kiutathatók. Mindegyik növénykultúránál jelentett legalább fél tonna termésnövekedést, termésbiztonságot, illetve az összhatással gyakorlatilag egy hosszabb vegetációt és egy sokkal nagyobb zöldtömeget.